Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Bonyhád város fejlődésének előmozdítása érdekében. Bonyhád város fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Elsőbtől sikerrel zárta a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje Feróni Ferenc Ibolya a választást. Az állampolgárok az elmúlt 5 hetes munkáját jutalmazva 2625 szavazattal választották a város vezetőjévé. Feróni Ferenc Ibolya azt mondta, a mostani szavazást megelőző kampány hangvétele eltért az eddigiektől. Nem vagyunk egyformák, másképp nyilvánulunk meg, aki hatalmon lévő és hivatalban lévő, inkább így fogalmazok, polgármester, annak talán könnyebb kampányolnia, hiszen nem kell más tennie, mint csak azt, amit egyébként is szokott, azt a munkát elvégezni, amit a mindennapokban vállalt. És van egy másik aspektusa is, ami én magam nem igazán élek vele, egyáltalán nem is szereplek. Van egy olyan közösségi média, ami úgy gondolom, hogy az emberek azt gondolják, hogy mindenféle következmények nélkül bármit lehet bárkiről mondani. Én ezt nem tartom jónak, de ez van, ettől függetlenül is létezik. Bár az is lehet, hogy ha itt kibeszélik magukat az emberek, akkor számukra ez egy megkönnyebbülés. De azért én annak örülök, hogy a Facebookon és különböző más közösségi médiákban megjelent nagyon sok rágalom, hazugság, csúsztatás, a valóságtól eltérő állítás, az a bonyhádi lakosságnak a többségét nem idegenítette el attól a szándékától, hogy rám, illetve a képviselőtestületben a Fidesz-KDNP jelöltjeire szavazzanak, mert ők a csendes többség, akik azért látják a mindennapokban, hogy milyen munka zajlott, hogy milyen fejlődésnek indult a város, és ezt értékelték a szavazatukkal. Nem vettem részt ebben a adókapokban, bár néha nagy a kísértésre, hogy az ember akár minden egyes sorát egy-egy állításnak meg tud száfolni, és tényként lehet kezelni, hogy amilyen állítások megfogalmazódnak, azok úgy önmagukban nem igazak, ezeket hívjuk csúsztatásnak, ugye, ahol némi részigazság van, ha akarom így értem, ha akarom úgy, de nem a valóságot fedik. De nem kívántunk az ilyen sárdobálásba részt venni, és úgy látom, hogy a választók is bölcsen tudtak dönteni. Számomra ennek a választásnak sokkal nagyobb tétje volt, mint az előzőnek, mert akkor először méretettem meg polgármesterként, bár ugye Magyarországon ez volt a 8. önkormányzati választás, és ebből 6-ban már részt vettem. 98-tól választott képviselője voltam a bonyhádi képviselőtestületnek 4 alkalommal, és most másodszor polgármesterként így 6. alkalommal játszottam valamilyen szerepet, és indultam egyéniben, vagy képviselőként, vagy polgármesterként a választáson. Azért volt számomra teljesen más, mint az előző. Nem csak maga az eskütétel, hanem már maga az egész megméretetés és az egész kampány, mert itt már arról a munkáról adtak véleményt a bonyhárdiak, a választópolgárok, amit az elmúlt 5 évben végeztünk. Én mindig kihangsúlyozom, és most is ezt teszem, hogy csapatjátékosnak tartom magam. Soha nem gondoltam azt, hogy én egyedül viszem a város terheit a vállamon, bár jogilag ugye a polgármesteri nagyon sok felelősségvállalás, de egy olyan csapattal vagyok körbevéve, akár a képviselőtestületben, akár pedig itt a hivatalban, jegyzőasszalonnyal az élén, akikkel közösen egy olyan fejlődési pályára tudtuk állítani a várost, ami számos eredményt hozott az elmúlt 5 évben, és a választópolgárok részben szerintem erről is véleményt alkottak, amikor leadták elmúlt vasárnap a szavazataikat. Tehát sokkal nagyobb volt a tétje, hiszen erről a munkáról fejezték ki a véleményüket, és nagyon örülök annak, hogy többen mentek el szavazni, és annak is, hogy személy szerint rám is többen adtak szavazatot, mint 5 évvel ezelőtt. Rengeteg lehetősége volt a városnak, és mi igyekeztünk élni ezekkel a lehetőségekkel. Azt vallottam, és abban voltak
partnereim a képviselőtestülettel együtt, a hivatal valamennyi dolgozója, hogy minden lehetőséget, minden pályázatot meg kell ragadni, függetlenül attól, hogy mekkora forrást lehet idehozni a városba, legyen a 100 000 forint vagy akár milliárd, mert azt nem engedhetjük meg magunknak, hogy a város fejlődése érdekében ne tegyünk meg mindent. És éppen ezért nagyon sok sikerben volt részünk, amiről egy kiadványt is készítettünk. Nem is fért bele minden, csak a legfontosabbak, amivel a választókat megszólítottuk a kampányban, hogy ezt tettük le az 5 év alatt, és ezt szeretnénk tovább folytatni. Természetesen a jövőben is fogjuk keresni mindazokat a lehetőségeket, amivel tovább lehet lépni, a saját forrásait is növelni a városnak, és azokat a külső forrásokat is megtalálni, ami eznek a fejlődésnek tovább viszi az útját. Vannak új képviselők, ugye a Fidesz-KDNP színeiben is indult egy új képviselő, Kölő Roland személyében, aki nagyon szépen meggyőző fölénnyel nyerte meg a választást, és a kompenzációs listáról is van 2 új tagja a képviselőtestületnek. Természetesen megválasztások követően már mind a valamennyi képviselő egyenrangú képviselőnek számít, és soha nem is tettünk különbséget köztük, ezen túl sem fogunk. Biztos, hogy más lesz, de alapjában az az értékrend, amit mi eddig követtünk, azon nem szeretnék változtatni. Nem tudom szánszerint megmondani, hogy hány határozatot hozott az elmúlt 5 évben az előző képviselőtestület, de százalékban szerintem nem tévedett nagyot, azt mondom, hogy több mint 95%-ban egyhangú 12 igenes szavazati arányjal fogadta el a testület azokat a határozati javaslatokat, azokat a döntéseket, amelyeket előkészítettünk, tehát olyan nagyon rosszul nem végeztük a munkánkat, és bízom benne, hogy a jövőben is így lesz.